manapság a tudomány, ugye? Én egy családból jövök, ahol a tudomány ö, nagyon fontos, meg sokat művelik, ö, művelték is, de hogy, de hogy annyira láttam ezt közelről is, hogy az tud olyan báványá válni, ami aztán szembe szembefordít az Istennel. És akkor aztán a többi igazi nagy értékek is amortizálódnak, és, és a család széthullik, vagy, vagy éppenséggel tehát nagyon súlyos károkat szenvednek azok az emberek, akik a környezetben vannak, hogyha valakinek a, a tudomány bálványa az elhomályosítja a De nem csak a tudomány lehet, lehet ugyanez a művészet, lehet ugyanez a... a... Nálunk papoknál például az, hogy az ember ö, sikeres lelkipásztor legyen. Tehát ez, ez is ugyan, olyan bálványát tud válni, mint a húzat. Hogy hogy nem az van már szemmelőtt hogy hogy Jézus szent lelke, mit szeretne kihozni ebből a helyzetből, hanem az, hogy, hogy én sikeres legyek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Krúdi Tamás vagyok, Zsófóval a feleségem, mert mi vagyunk a a podcastnak a házigazdái, ez a Szociális Testvérek Társágának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Roska Péter atya, akivel a keresztény radikalizmusról fogunk beszélgetni, bár tudom, hogy te nem szereted ezt a szót, mert hogy rossz konnotációi vannak, de azért, hogy mondjam, a radikális kereszténység azért csak előhív fiatalokba, idősekbe, emberekbe olyan jelentéseket, amik meg tudják különböztetni attól, hogy milyen a langyos kereszténység, meg a radikális kereszténység. Tudom, hogy na, neked mi a bajod a radikálisabb, Péter? Hát az, hogy tulajdonképpen Kereszténységnek az eredeti értelme, hogy ugye Krisztus követés, Krisztusi igen, élet. Igen, igen, igen. És, és tulajdonképpen a hiteles Krisztusi élet, ahogy Jézus gondolja, az már önmagában kifejezi azt, hogy amit mondani akarunk vele. És a na, radikális szónak, na, ilyen rossz dolgok jutnak az embereknek az eszébe róla, de különben, végsősoron erről van szó, hogy komolyan venni Jézust. Tehát mit is akar Jézus mondani, és mit, vagy hogy, hogy gondolja ő a, saj, a, tanítványságot? És hogy gondolja Jézus a tanítványságot, Péter? Hát szóval azt mondja, hogy azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, és arra vágyok, hogy lángra jobban És azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, is. aki értem, és az evangélium elveszti, az, az megtalálja. Szóval, hogy, 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 hogy úgy tűnik, hogy Jézus ezt komolyan gondolja. És hogy amikor az ember tényleg így teljes szívvel próbálja élni az evangéliumot, természetesen nem mindig sikerül, meg botladozunk, meg törékenyek vagyunk, de hogy, hogy akkor így azt érzed, hogy ez akkora boldogságot ad. Tehát hogy éppen missziós iskolánk a fiatalokkal csinálunk missziós iskolát, és hogy annyira érdekes, hogy azért jönnek be a fiatalok egy közösségbe, mert Jézussal szeretnének élni, és valóban Isten miatt jönnek, és nagyon szép közösség születik belőle egyszerűen kipróbálni az evangéliumot, hogy valóban Jézus szerint élni. De milyen ez az evangélium élete? Hogyan lehet ezt kipróbálni? Meg hogy lehet ezt ma megélni? Mert néha az a, bocsánat, az, a, az, az érzésem van néha, hogy, hogy ezt akkor 2000 évvel ezelőtt a közösségekben meg tudták élni, de ma annyit változott a világ, teljesen más körülmények között élünk, hogy azt ugyanúgy reprodukálni nem lehet. Hát nem azt ugyanúgy, az Jézus a föltámadt Jézus él, és a Szentlélek ma is vezet minket, és ugyanaz a Szentlélek, és az egyház, akit szintén a lélek vezet abban, hogy a tanítása hiteles maradjon a új koroknak, az új nyelvén, újra megfogalmazza a, a tanítást azokban az új kérdéskörökben, katekizmus például. E, igen, tehát, hogy, hogy mindig friss a szent lélek, és mindig e, ugyanazzal a Jézussal találkozunk a, a, az egyházban, és, és élhetjük más formában, de ugyanazt a valóságot. És hogyha az ember tényleg elmélkedik a Szentíráson naponta, és, és megpróbálja élni, szóval az nem elmélet, hanem élet. Megélni azt, ami az ige, az Isten igéje, amire hív, akkor akkor nem egy 2000 éves ö, elavult dolgot ö, újítunk föl, hanem ma találkozunk Jézussal. Van erre minta. Tehát elünk, elünk, mert ugye, hogyha az ember olvas a Bibliát, akkor ott látja, hogy hogyan éltek ugye a, a keresztény közösségek. Ma, ugye erről beszéltünk, tehát van erre olyan minta, ami, hogy na akkor így kéne élni az evangéliumi életet. Tehát tudunk rámutatni valakire vagy valakikre, hogy ők hát, ilyenek. Nyilván az egyház szentélye vagy azokat, akik, ja, engem, akiket engem. így mintának tart. Ez, ez igazi, Aha. hogy mondjam. Ö, cél, hogy, hogy az minél jobban átítasson minket a Jézusi lelkület. Ez jelenti az életszentség. Futó Károly a közös, kedves lelki <laughs> Hát, szóval, ahogy, ahogy, az ő tekintetéből az a mennyei derű sugárzik, ahogy vele van az ember, és kedvetámad. jó embernek lenni, hogy ezt hittanos társunk mondta. Tehát van ahogy az, hogy, hogy igen, olyan emberek, akik komolyan veszik, akár közösségekben is komolyan veszik azt a, azt a, az utat, amit Jézus jár, vagy mutat nekünk. És valahogy őt sose nevezte senki bigotnak. Igen. Hogy mi a bigottság, hogy mi az a... Bigottság, ami... amikor valami sémát akar az ember követni, és nem egy élő valakit, és nem, nem, nem megélni akarja az evangéliumot, hanem utánozni akar valami, vagy hogy mit tudom én, szóval valami, igen, valami szabályokat, meg sémákat akar betartani üres szabályokat, vagy rendes szabályokat, tehát, hogy, vagy olyan szabályokat, amiket tényleg Jézus és az egyház ad. Tehát, hogy, hogy manapság azért már sokkal könnyebben rád ö, ütik ezt a bélyeget, hogy te egy bigott katolikus vagy, sőt, a katolikusoknak az szinte egy állandó jelzővé vált. Igen, szabályok nyilván vannak. van egy kicsi bugyuta hasonlatom, még a közös tánciskolánkból eredeztetem, vagy hát ott, ott... Szóval én nagyon szerettem volna táncolni, de nagyon béna voltam, és hát így, na, első táncórák, előre, hátra, oldalt, vissza, órákon keresztül én próbáltam valahogy memorizálni, hogy mit kell csinálni. És aztán így is hogy ha itt a zene is szól, és akkor, hogy hát a táncban, na. És aztán az még nagyobb meglepetés volt néhány óra után, hogy, néhány óra után, hogy én valakivel táncolok. Hogy van ott a kislány, akivel táncolok, és aztán később... teológ Ja, tanulva jött nekem ez le, hogy valójában a vallásosságunk is ilyen. Eleinte az van, hogy, hogy azt hiszük, hogy a vallásosság hit az ilyen szabálybetartás, hogy ne ő, ne lopj, ne paráznak, és ezek kellenek, a szabályok nagyon fontosak, hát az élet koreográfiája, és az ember amortizálja magát, hogyha letér a 10 a parancsot ösvényéről, meg a, a tanításnak az ösvényéről. De hogy az még csak a koreográfia, és akkor egyszer csak megszólal a zene, amikor észreveszed, hogy ez téged tesz boldogá, ez, ez, az, ez egész ö, hit az, az, az a te ö, javadra van, és a te boldogságodra. De az még mind semmi, amikor észreveszed, hogy valaki von a vonal végén. Hogy ez egy cistennel táncolsz, hogy az, amit teszel, az a válaszolsz az Istennek az ő szeretetére, hogy megkéri a kezünket a fogantatásunkkor, és az egész élet alatt válaszolunk neki, és és ahogy, ahogy élünk, az egy élő válasz az Istennek. És aztán volt még egy dolog, hogy volt egy lány, aki szegről végről rokonom, aki, aki így mondta nekem, hogy, hogy Péter, te mindig tanítgatott engem táncolni. És mondta nekem, hogy figyelj, most már jól tudsz táncolni, de egy még fontos, hogy a táncban a fiú vezeti a lányt, és <laughs> nem a lány a fiút. <laughs> és akkor. Ez is hasonlatban az, hogy, hogy az élet táncában, hogy a lélek vezet, az Isten vezet, Jézus a vőlegény és az egyháza asszony. Tehát, hogy mi az Istennel mozdulunk együtt, és az ő vezetésére figyelünk. Tehát persze, hogy kellenek a, a, a szabályok, hogy ne kellenének, hát, ö, de, hogy, de hogy, a, a lényeg az a, az a személyes kapcsolat, a lényeg az a szeretet ami az Isten és ember közötti egységet mozdítja el, hogy harmóniában legyek az ő akaratával, mert ő vele akarok harmóniában lenni, aki egy örök életre szerelmes szeretettel meghívott engem. Te de azt elképzelhetőnek tartod, hogy mindenki, vagy mondjuk, bocsánat, nem. Azt szerintem sem elképzelhető, hogy mindenki úgy éljen, mint a karcsi bácsi. Úgy az evangélium életet. Na de, a, mi lenne, ha teszem azt, mindenki, meg, mindenki úgy élne, akkor akkor hogyan fejlődne a világ? Vagy mi történne? Vagy, vagy hogyan haladnánk előre? Milyen dolgok történnek előre? Hát igen, szóval mindenki egy másik ember, egy másik igen, személy, igen, saját igen, a, a, körülmények, adottságok, a belső indítatások, és az Isten mindenkit más módon vezet, de hogy, hogy ebben a, ebben a, 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 van egy egység, az, hogy tehát pontosan az evangéliumnak a lelkülete, vagy, vagy az egyház tanításának a, a, az útja, vagy igen, a, a harmónia a, a szent lélekkel. Tehát sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Oké, okay, rendben van. Akkor hogy tovább, mert a, a Kacsi Acsi megérte az evangéliumi szegénységet. Ő ténylegesen, tehát nagyon szép példát adott ennek. Nekem van egy barátom, aki ilyen szabad keresztény, és azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, ami visszatartja a katolikus egyháztól, ez, a, ez az evangéliumi szegénységre való törekvés. Mert azt mondja, hogy, és inkább csatlakozott egy másik protestáns felekezethez, ahol azt mondják, hogy az Isten azokat megjutalmazza, és gazdagsággal is, már itt ezen a földön, akik kedvesek számára, és akik úgy élik az életüket. És hogy, és hogy nem érti, hogy nekünk miért olyan fontos az evangéliumi szegénység. És hogy tényleg miért nem lehet az, hogy az Isten megjutalmazza? Tehát hogyan viszonyulunk mi a gazdagsághoz például? hogy az a kérdés, hogy mi az, hogy gazdagság? Tehát, hogy, mert Jézus azt mondja, hogy, hogy ugye a lélekben gazdagodni, és, és hogy, hogy, pont szembe állítja azt, hogy, hogy mi az, amikor az ember anyagi javakban látja a gazdagságot, Persze, nyilván kellnek az anyagi javak. Lélek, lélek, de miből lélek? Ugye? De, de hogy, de hogy a, a, az, hogy, hogy, hogy az igazi kincse az embernek, hát ki az a hülye, aki azt hiszi, hogy a zsebében van a kincse? Vagy ugye, koporsó nincsen zseb, nem hiszem, magaddal sok mindent. Tehát, hogy ez olyan dolog, hogy, hogy persze érték a, az anyagi, meg, meg, főleg lehetőség arra, hogy az ember jót tegyen, meg... És, és Jézus nem mondja azt, hogy most mindenki szúrja szét a, a pénzét, vagy valami, hanem, hanem az, hogy lássuk meg, hogy mi az igazi gazdagságunk ami minket tényleg az Isten gazdaggá tesz. És akkor ez a bűvölködés teológiája, ugye, de szabad igen, igen, néz, igen, ez, igen De ez én. néha ilyen... Ez a prosperity gospel, tudod? Igen, ez a... prosperity gospel, de hát nem működik, mert, uh -huh. mert aki... Tudjuk azt, hogy nagyon sokszor pont a leghitelesebb, legelszántabb keresztények Jézus nyomán kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, vagy akár szenvedéseken mennek keresztül, vagy pont olyan, olyan Hát Jézus ez maga tanítja, maga mondja, hogy, 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 hogy milyen sorsba lesz részünk. Nem azt mondja, hogy aki követni akár engem, az, az annak minden mindenle ki lesz az élete, hanem hogy az minden nap vegye vállára a keresztjét. Ez nem prosperity gospel. Aha. Tehát ez hülyeség. Nyilván, amit, ami jót akar mondani ez a bővölködés teológiája, hogy az Isten meg akar ajándékozni. Az Istennek fontos, hogy te boldog legyél. Az Istennek ki akarja teljesíteni az életedet? Na de hogy az Isten ajándékaid néha nagyon furcsa csomagolásba <laughs> Tényleg, hát tudjuk ma az életünkről, mikor nem esődön. A annak idején mondta, hogy 50 évesen átelmélkedi az életét, és akkor arra jön rá, hogy, hogy a legnagyobb kihívásokban került legközelebb az Istenhez, akkor kapta a legnagyobb ajándékokat Istentől, és akkor ezek után tüdőrákot kap. És akkor azt mondja az ödön, hogy ezek ennen tapasztalat birtokában üdvözöltem a rákot a testemben. Mert ennyi sok jót adott az Isten a kihívások által, mekkora kegyelem lesz a tüdőrák. És jó, happy end, mert meggyógyul belőle, de, 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 nem, de hogy ez egy ilyen, hogy egy ember elérkezik ide, hogy a kihívásokban lehet találkozni az Istennel, sőt, és persze nem kívánja az ember magának a rosszat, vagy a egy Isten se kívánja nekünk, de hogy, de hogy mi a gazdagság, és mi a, az igazán teljessége, a bővölködés az életnek, igen, ami igen, az élet igen. teljessége, az, azért nem egészen ugyanaz, mint amit sokszor gondolnak. De Péter, tudod, az embernek van egy ösztönös tendenciája arra, hogy kényelmesebbé, de ne kellemetlenebbé, meg rosszabban hanem kényelmesebbé tegye az életét. Nem? És hogy, Olyan. hogy, <laughs> igen, tehát nem, nem rosszat akarsz magadnak, hanem jót. de mi a, tehát tudunk -e erre valami tanácsot mondani, vagy, vagy valami határt húzni, hogy ez a kényelem, ez meddig jó, meddig érdemes ezért küzdeni, és mikor vál, változik át már mit a vagy valami mássá, ami, ami hát, káromra van? Igen, igen, szóval <coughs> kényelem, ö, nem tudom, szóval ha az ember tényleg reflektál, vagy rátekint a saját tapasztalatára, hogy miben fejlődök igazán, és nem hiszem, hogy igazán a kényelemben szoktunk fejlődni emberségünkben, ö, a Isten közelségünkben, a, 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 hogy igazi önmagunkat adjuk, nem biztos, hogy a kényelem vezet erre fele. És nyilván az ember, mikor fáradt, még mikor megpihen, akkor jó, tud lenni a kényelem, de, de ritkán a kényelem az útja annak, hogy, hogy előre jussunk. Olyan érdekes, hogy beszélgettem ilyen kis mama, baba, baba mama klubba, és nagyjából mindenki így azt mondta, hogy na hát most nagyjából ki van pipálva az a három gyerek, amit úgy elterveztünk, meg van a ház, meg van a kocsi, és akkor most hogyan tovább. Tehát ugye a kényelemnek is van egy ilyen csapdája, hogy, hogy, és akkor most, most itt tartunk, most nagyjából ezek, ezek a vágyaink teljesültek, most akkor milyen nyaraló, meg a, a, az utazások, vagy, vagy, vagy mi, hol legyenek a vágyaink. És ez amikor elkezdik érezni, hogy, hogy vajon a vágyaink azok tényleg ezekkel. Igen. És hogy, hogy hol, hol tudjuk megfogalmazni, Igen. mikor tudjuk megfogalmazni azt, hogy hogy igazából mire is vágyok én, mire is vágyok én a, a családomban, a házasságomban. Igen. A, a... És hogy nyilván sok mindenre vágyakozunk. Az emberek vannak felületesebb vágyai, mélyebb vágyai, és igazán autentikus, leghitelesebb vágyai. És a leghitelesebb vágyaink, ahol, ahol, amire igazán és a lelkünk legmélyből vágyakozunk, azok egészen biztosan egybeesnek a teremtőnek a, az elképzelésével rólunk. Hiszen ő teremtett minket, és hát nyilván nem nem támaszt bennünk olyan vágyakozást, amit nem akar beteljesíteni. Csak vannak felületesebb rétegei a vágyakozásunknak, és, és ezért nagyon fontos, hogy az ember lejjebb ásson és keresse azt, hogy mire is vágyok igazán. Mi az, amit ért élek igazán? És mi akadályoz engem abban, hogy igazán az érjék? Ez Ezek nagyon izgalmas kérdések, pont a vágyok. az ember vágytól vezérelt lény. És, és hogy, és, mert van bennünk egy Isten alakú űr, és, és azt csak az Isten tudja betölteni. Az igazi nagy vágyunk az valahol, az az intimitás, az a bensőséges, ugye, legbensőbb valunkkal megismerni és szeretni intimitás. Ugye intimacy, intimacy az angol nagy szójáték. Nagyon érdekes, hogy, hogy ugye a mennyország intimitás, az Istennel való mi személyes szeretet egység. És hogy itt a Földön ezt, ezt így belekóstolunk, meg kipróbáljuk, de hogy igen, és, nekem meggyőződésem, hogy a, az ember igazi legmélyebb vágyakozáshoz valahol e felé irányul, hogy valahol otthon legyen. Az végső olyan nál, aki, aki őt szereti, elfogadja, és azt mondja neki, hogy örökké szeretlek, és ez az Isten, és ez a mennyország. És hogyha ezt a vágyat követjük, akkor, akkor így tudunk jó felé haladni. Igen, nekünk azért így felmerült, pont a Karcsi mentünk itt tanácsért, hogy mit gondol, hogy, hogy mi az, ami, ami, még belefér, és amire még úgy, úgy azt mondhatjuk, hogy na hát, hogy, hogy eljussunk még sielni, vagy hogy elmehessünk egyszer nyaralni Igen. a gyerekekkel. Tehát, hogy, hogy, mi az, aminek még van legitimát, legitimitása, Legitimit. vagy, pedig, vagy pedig ami már egy ilyen, tehát, hogy, hogy, hogy hol válik ez, ez mondjuk fétisé, vagy akkor, tehát, hogy bálványá, hogy... Meg annyit tennék hozzá, hogy ugye hogy, hogy az együttérzés meg a, a szegényeinkkel, tehát hogy az lehetővé teszi -e például azt, hogy én, a, mit tudom, én egy jobb autót akarjak, vagy vagy mosogatógépet, vagy nem tudom, mit csinál. Tudod azért? Hát igen, igen. igen. Én kis tanítottam annak idején, vagy ilyen szemináriumban, és azt mondtam, hogy aki egy kategóriájával jobb autót vásárol, mint amire szüksége van, az valami módon elárulja a szegényeket. Aha. Tehát, hogy, hogy öm, főleg egy papnál, de egy kereszt, komolyan hívő keresztény családnál is, hogyha ö, persze van, amire szükségünk van, és mindenkinek másra tud lenni szüksége, mert egyik hosszan utazik, másik kevésbé. Ja, de öm, hogy a ránk bízott anyagi javaknak gazdái vagyunk, és, és ott vannak a szegények, akikkel öm, hogy óriási gazdagság megosztani, ami, mi anyagi javainkat. Mert az szeretet. És hogy, hogy miért ne tegyük, hogy ha van rá lehetőségünk. És nyilván persze, vegyük meg azokat, amire függ, szükségünk van, de... Ja. Szóval nem csak az anyagiak tudnak ilyen kísértés lenni, de szóval az értékeknek a prioritása. Hogy mi az, ami igazán értékes? Milyen sorrendben? Ez nagyon izgalmas kérdés. Manapság a tudomány, ugye? Én családból jövök, ahol a tudomány ö, nagyon fontos, meg sokat művelik, ö, művelték is, de hogy, de hogy annyira láttam ezt közelről is, hogy az tud olyan báványá válni, ami aztán ö, szembefordít az Istennel. És akkor aztán a többi igazi nagyértékek is amortizálódnak, és és a család széthullik, vagy, vagy éppenséggel. Tehát nagyon súlyos károkat szenvednek azok az emberek, akik a környezetben vannak, hogyha valakinek a, a, tudomány bálványa az elhomályosítja azt. De nem csak a tudomány lehet, lehet ugyanez a művészet, lehet ugyanez a... a... Nálunk papoknál például az, hogy az ember ö, sikeres lelkipásztor legyen. Tehát ez, ez is ugyan, olyan bálványát tud válni, mint a húzat. Hogy, hogy nem az van már szemmelőtt, hogy, hogy Jézus szent lelke mit szeretne kihozni ebből a helyzetből, hanem az, hogy, hogy, én sikeres legyek. Hogy, na, és ez, ez veszélyes. De néha az ember ezt összekeverheti, nem? Tehát azt gondolja, hogy mondjuk az emberiség javáért tesz valamit, és mondjuk közben tényleg csinál is valami jót. Tehát, mit tudom én, a, tudomány, a kut tudományos kutató valami, valami olyasmit tesz le, ami aztán utána embereknek az életét könnyíti meg. Vagy hát a pap is, aki, aki e, sikeres pap lesz, lehet, hogy egy csomó embert a hitre vezet ezáltal, és közben meg nagyon sok jót tesz azzal, ami. És mégis, ugye? Igen, és a legnagyobb kincsünk az, hogy, hogy az a, a saját életünk, a saját, hogy formálódunk az életszentség irányába. És ezzel lehet, hát egy kis szenteréz, 24 év alatt ö, oly, olyanná vált, egy kolostorba bezárva gyakorlatilag, hogy utána evangelizálta a 20. századot. Tehát, és ö, hogy mondjam, szóval nem az a fajta sikeres, ő akar lenni misszionárius, bértanú akar lenni, pap akar lenni kis szenteréz, de Rájött, hogy a, 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 az egyház szívében a szeretet lesz, akkor, akkor lesz a, a legnagyobb, ö, a, akkor tölti be a hivatását, és, és és ott, abban a kicsi környezetben vált olyanná, amivel aztán másokat Jézus felé tudott vezetni. Szóval, hogy a keresztény karrier az az életszentség, nem az, hogy aki püspök lesz, vagy teológus lesz, vagy okos lesz, vagy mit tudom én, hanem, hogy szent lesz. De hogy a, a, a világon élünk, az egyre inkább, mintha megakadályozna ezt, és egyre több akadályt állít elünk ebbe a, a szentiválásban, nem Péter. Tehát én, én néha azt érzem, de aztán lehet, hogy ez tévedés, bár már beszéltünk erről egy kicsit. Hogy bennem például van ellenállás az újabb és újabb technológiákkal szemben. Tehát, hogy mindig egy kicsit tartok tőle, hogy ezt talán nem érdemes bevezetni az életünkbe, mert valami olyasmit fog elvenni, ami eddig fontos, meg jó volt. Tehát néha, néha ilyen emisnek, tudod, érzem magunkat, meg hogy vágyakozunk egy olyan élet ami nincs ami valójában nincs, ugye, mert, mert az eltűnt, és lehetett, lehetetlennek tűnik úgy élni, hogy teljesen lezárni, meg kizárni magunk körül a, a azt az adott világot, de hogy egyáltalán célem, és hogy hogyan, hogyan éljünk, a, tehát azokkal a bűnstruktúrákkal, amik beépültek, tudod így a munka a világán keresztül, a technológián keresztül, minden az életünkbe, azokkal hogyan lehet fölvenni az evangélium élet reményében a, a harcot? Hát úgy, hogyha Tényleg eszközként használunk a dolgokat, és nem célként. Hogyha, hogyha azok a dolgok, amik, amik így adódnak, az addig használjuk, amíg segítenek az Isten felé, amíg, amíg fölfelé visznek, amíg egy kitejesedés, a életszentségben való kifejteljesedés felé visznek, és amikor nem, akkor letesszük. Ez azért borzalmasan nehéz, amit mondok. Bocsánat, ne arra vigyatok, azért, mert ma tudatosan úgy van egy rengeteg olyan dolog tervezve, hogy téged függővé tegyenek igen, tőle. Igen, Tehát, hogy... tudni kell erről. És erről tudni kell. Igen, igen erről igen. tudni kell. Hát például a missziós iskola ilyen kicsit ilyen, ilyen detox, hogy lejönnek az internetről, lejönnek a mobiltelefonról, lejönnek, kiveszik a fülükből a zenét, stb. Tehát, hogy, hogy egy tudatos detox, hogy tényleg tudj figyelni az Istenre, emberre, a saját utadra, a természetre. És, és, hihetetlen nagy élményként élik meg a fiatalok. Nyilván ez kilenc hónapig tart, de, de hogy aztán úgy visszamenni az életbe, hogy, 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 most már tudod, hogy a dolgokat csak, csak arra használod, amire való eszköznek. És hogy az igazi cél az Isten és ember szeretet, és hogy ebben, ebben érdemes kibontakozni. Szóval, hogy meg kell különböztetni a célokat az eszközöktől. És hogyha függővé tesz valami, akkor tudatosan agere kontra mondja a latin, szembe menni vele. Mert a pisztráng csak úgy jut el a forráshoz, hogyha szembe úszik az ára. De ugyanúgy ebben a karrier dologban is, hogy, hogy, a, hogy mi, mi, a karrier, hogy, hogy, ugyanúgy, hogyha mi nem, nem Isten eszközeinek érezzük magunkat, hanem a karrier az az egész arról szól, hogy, hogy, a, hogy meg engem, és ne pedig az Isten. Tehát, hogy itt, itt iszonyú nehéz. Én, én, meg vagyok győződve arra, hogy arról például, hogy ez a feminizmusnak a, a gyökere, hogy amikor a, a, férfi a családban, nem az van, hogy én, én a, fér, a, családomért dolgozok, a, a, feleségemért dolgozok, hanem, hanem a saját sikeremért, a saját tudományomért. Nekünk is volt ilyen a családban, hogy aki rákat diagnosztizálták, világhíres tudós volt, és, és azt mondta, hogy bár csak több időt töltettem volna a szeretteimmel. Tehát, hogy ez volt az utolsó, amit, amit így mondott. Tehát, hogy, igen. Igen, hogy, hogy, hol, hol tudjuk ezeket megérezni, hogy na hát itt csúszok el, itt, itt, itt uh, van, van, már, vagy lépek túl a határaimon, vagy a, az Isten adta, hogy a képességeimet, azt hogyan kamat, hogyan kamatoztatom, és hogy mire használom fel. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a csönd. Van-e naponta Isten bensőséges csöndem? Mert hogy figyelek-e az imádságban valóban az ő, ő szavára, hogy ő hogy lát engem, hogy Jézus mit érez velem kapcsolatban, hogy Jézusnak mi a, a vágya az én életemmel kapcsolatban. És akkor tehát ebbe a tükörbe belenézni naponta, meg, meg azért, hogyha az embernek családja van, vagy közössége van, vagy barátai, akkor akkor engedni, hogy, hogy, hogy visszajelzést adjanak, hogy merre haladok, vagy hogy az tényleg önmagam legjavát adom-e, vagy hol kell igazítani rajta. Szóval, hogy öm, engedni, hogy hogy a kihívás, a mások részéről érkező kihívás, meg Isten részéről érkező kihívás az, az, az fejleszten minket. Tehát, hogy Tudjunk így, így, így vál, változni, fejlődni. Hát igen, ebben a nagy hangzavarban az embernek az a legnehezebb, hogy, hogy honnan is erednek az én vágyaim. Tehát, hogy az, amit, amit én szeretnék, hogy ez tényleg az az, 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 az Istentől el, vagy pedig a világnak a, az elvárásai. És ezt a legnehezebb megkülönböztetni. Tehát, hogy akár abban, hogy, hogy most akkor mi is az elvárás, az, hogy hogy legyen gyerekem, de ne legyen több mint három, tehát hogy vagy, vagy tehát hogy érted, amiket az ember már már nem is tud, hogy ez, ez most honnan jön. Mi mi, mi az alapja ennek? Igen. Hogy, és uh, hogy van egy, van egy, egy van egy, hogy mondjam, egy, egy életszínvonal nívó, amit nekünk élni kell, mert az alatt szerencsétlenek leszünk, szerencsétlenek leszünk, szerencsétlenek leszünk a gyerekeinknek nem tudjuk megadni azt, amire. És nagyon sok ember tényleg őszintén hiszi, hogy, azért, és azért nem vala több gyereket, mert azt mondja, és úgy gondolja, hogy nem tudna megadni neki mindent, amit a harmadik, negyedik, ötödik gyereknek. A, felelős szülőség, ez a varázs szó, hogy, hogy tehát, hogy, hogy hogy maradsz te a világ szemében felelős szülő? Hát, biztos a világ szemében nem érdemes felelő szülőnek maradni. Mert az az egy körbetűkör. Szóval, ha ez nem jó. Tehát az, hogy hogy maradok Isten szemében felelő szülő, vagy a, a hosszú távon a gyermekem szemében. Ugye van ez a 60 perces apacímű című könyv, aminek az a mottója, hogy egy, senki sem mondta még halálos óráján, bárcsak több időt töltöttem volna a hivatalban. Tehát, mert hogy a gyerek, vagy amit mondhatok így a rákos betegről, hogy, hogy sokszor megdöbbentő, ahogy lelkipásztorként találkozunk azzal, hogy az emberek mennyire fiatalok, gyerekek mennyire vágyokoznak arra, hogy minőségi időt töltsenek velük a szüleik. És hogy, hogy emellett teljesen eltörpül az, hogy milyen anyagi javakat kapnak tőlük. És hogy, tehát nagyon érdekes, hogy Daniel Anzsatya, missziós iskolánk alapítója mondja, hogy, hogy manapság a fiatalok, a gyerekek földrésze elszakadt a felnőttek földrészétől, és ez cunámit okoz ez a, ez a tektonikus repedés, ez idézőjelben ide, mondva. Mert hogy, mert hogy ha nincs igazi minőségi idő, ez, bensűséges bensőséges, élményszerű kapcsolódás a szülőkhöz, akkor valami olyat mulasz el a gyerek, amit nem lehet anyagiakkal pótolni. És De ez a minőségi éve? idő is most már egy kicsit ilyen, szóval ez is ilyen varázsszóvá vált ugyanúgy, hogy, hogy na hát, akkor mi az a minőségi idő, amit együtt töltök, és hogy akkor az a minimum az, hogy hogy lehozom a, szóval, hogy a gyereket, ilyen élmény, olyan élmény, tehát hogy hogy érted, az élmények halmozásában. De az a igen, a dolog. csak élmény, igen, szóval mit értünk élmény alatt? Ugye élni, élmény. Mi az, hogy élet? Mit tekintünk teljes életnek, boldog életnek, igazán Isten szerint való életnek, és azt abban élmény. Igen, annyira fájdalmas, amikor ilyen uh, elvált szülőknél mondja az apuka, hogy de én legalább, amikor együtt vagyok a gyerekemmel, az a minőségi időt Igen. töltök. Tehát, hogy ez egy olyan hazugság, egy olyan önbecsapás, hogy, hogy egy gyerekkel szemben pont ez, amit mondta, hogy 60 perces, hogy, hogy akkor most uh, én 60 percig vagyok az apja, vagy pedig bármikor ott vagyok, amikor szüksége van rám. Hát, igen, arra már beszélgettünk, hogy a, a, a idő csak a mennyiségidőből időből lesz. Tehát, hogyha nem szánom bele, mert nem, mert gyerektől nem lehet elvárni, hogy most van 50 perc, 60 percem, most minőségi időt töltünk el, és mi van, ha nem akar. Vagy éppen nem akar kapcsolódni, vagy mit rosszkedben rossz kedve vagy akármi. Tehát hiába szánom rá az idő, azt a 60 percet. Mennyiségidőből időből lesz a minőségi idő is. Igen. Igen. Tehát rá kell szánni az időt, és egyszer csak át minőségben, minőségbe, és akkor az nagyon jó lesz tényleg. Na de hát meg kell teremteni neki a körülményeket. Meg a... Igen, igen, de hogy, de hogy mi az, ami igazán értékes egy gyermek számára? Szóval biztos, hogy nem a ilyen különleges anyagi körülmények. És a, az evangéliumi szegénység nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy az ember kidobálja az értékes dolgait az ablakon, hanem azt, hogy, hogy, hogy megtanulni a Szentlélek, Ja, nagyon szép ez a Máté van a, 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 nyolc boldogság, a helyi beszéd bevezetése, az egész erkölcsi törvénynek a, a bevezetése. Hogy boldog a lélekben szegények. Ezt nem még hallottam, hogy boldog az a lélekben, a Szentlélek koldusai, akik az Istennel való kapcsolatot szomjazzák. Akik, akik, engedik, hogy azt tegye boldoggá őket, hogy hogyan kapcsolódnak a Szentlélekhez? Hogyan kapcsolódnak a, a, az irgalmát tékozló mennyei atyához, vagy Jézushoz, aki egy a szőlőtő, aki egy bensőséges egységre vágyik velünk. Tehát a kapcsolat erkölcse a kereszténység, és hogy, hogy, hogy ezt felfedezni, az igazi boldogságot a kapcsolódás által tudjuk kapni, a szeretetbeni kapcsolódás által Istenhez, emberhez, és hogy, hogy ezt, ezt hogy adjuk mondjuk a családban egymásnak, vagy közösségben, vagy, vagy a hivatásunkban, hogyan éljük meg ezt. Azért, azért, azért olyan nehéz, mert az ember tudom, amikor időnként esetleg azt érzi, hogy megvan ez a kapcsolódás, és utána meg meg, meg megint nem lesz meg, tudod? Tehát amikor az ember, hogy, hogy, hogy hogyan lehet, tehát módszer erre nincs, vagy van, van módszer. Jó, oké, okay, hogyha az ember a Bibliát olvassa, akkor talán talál rá módszert, hogy hogyan lehet megélni az evangéliumi életet. De hogy, hogy hogyan lehet segíteni abban, mert szerintem normális ember... E, minden normális katolikus szeretne kapcsolódni az Istenhez. Mindenki. Tehát csak nem biztos, hogy tud. Tehát azt nem tudom képzelni, hogy ugy, ugyanúgy vágyik arra, amiről te beszéltél, arra, hogy de jó lenne a lélekben szegénynek lenni, és arra vágyakozni folyamatosan. Én, mert én is így vagyok vele, hogy de jó lenne folyamatosan ezt csinálni. Tudom, hogy nem megy. Uh -huh. hát erre mondja Teréz anya, hogy az... kérdezik, hogy mi a titka. Teréz azt mondja, az én titkom, hogy imádkozom. És ez nem csak azt jelenti, hogy imádkozom, amikor ez a imára kiszabott idő van, hanem hogy imában élni. Tehát, hogy mint a, a villamos, vagy ez a, ez a trollibusz kapcsolódik a, a, a otyiákhoz, a felső vezetékhez, tehát, hogy ahogy most beszélgetünk, akkor ezt, ezt Isten színe előtt beszélgetni, akkor ö, odafigyelni, hogy belül hogy mozdít a lélek. Tehát ez nagyon szép szent ez a ez az esti lelkiismert vizsgálatszerűség, ez az exámen, a szerető figyelmesség imája, hogy arra tekintek vissza, hogy az ébredéstől kezdve hogyan működtem együtt a lélekkel. Egyáltalán hogy észrevettem el, hogy Isten jelenlétében vagyok. Hogy, de hogy erre tudatosan figyelni, és kapcsolódni így hozzá, hogy, 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 hogy kinyitom fölfelé az antennáimat. És azt hiszem, hogy, hogy az Isten nem, adja, nem méri szűkmarkóan a szent lelket. Tehát, hogy, hogy aki be akarja fogadni, és az arra vágyik, hogy együtt mozduljon a szent és ebben a lelkületben él, az fog tudni kapcsolódni. Igen, de pont ez az, hogy amikor az ember a... Most már mindenhol el, erről hallunk, hogy pont a kapcsolatában sérül, tehát hogy a kapcsolódásában, a kötődésében, hogy hogy ez a mai világ egyszerűen azzal, hogy, hogy minden... Minden fejlődés ö, pszichológus azt mondja, hogy a legfontosabb ez az első három év a gyerek életében, hogy megtanuljon kötődni, és a biztos kötődés. És ehhez képest mit csinálnak? Hat hét után elküldik az anyukákat egy csomó országban ö, dolgozni, meg, meg behagyják valami intézménybe, vagy, vagy valaki más vigyáz rá. És hogy, hogy egy ilyen korban, amikor ennyire sérültek a kötődéseink, ennyire sérültek a kapcsolódásunk, hogy akkor hogy tudunk mégis az Istenhez kapcsolódni? É. És biztos, hogy a Sirák könyve mondja, hogy az orvos is Isten teremtménye. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy vannak, pontosan ezek a koragyerekori ö, sérülések, kapcsolódási Kötődési sérülések, amiből egyébként sokszor a homoszexualitás vagy a, a, a súlyos más helyzetek is adódnak, rászorul arra, hogy az ember ránézzen szakember segítségével ezekre a, 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 a gyerekkori dolgokra, hogy föltérképezze azt, hogy hol is akadt el a lemez, hol van az én sérülésemnek a gyökere és aztán pedig behívja a Szent Lelket abba a helyzetbe, azokba a gyerekkori dolgokba, ahol sérült. És, és azzal imádkozni, meg kérni akár szabadítóimát, segíteni abba, hogy, hogy hol tud elromlani az életünkben valami, és az Isten, hogy hol kérjük, hogy gyógyítson meg. És kell a szakmai segítség sokszor. Tehát, tehát hogy... ezt látott te lelkivezetőként, igen. hogy nem elég az. Nem, hogy... el, tehát ez is, igen, egy... te nem elég imádkozni, és azt mondani. Hát nézd ide. Igen. Szóval tényleg, tényleg az orvos is Isten tehát, ja, és Isten teremtménye. Tehát, és ja. nem csak a karunkat, amikor eltörik kell tenni, hanem olyan szóval a lekigazondozó képzőt végeztem annak idején, és ott rálát az ember nagyon, hogy, hogy bizony ö, ez egy ilyen a együttes munka, hogy. Hogy, hogy, kell segítség, hogy föltárjuk a sebet, és, és aztán, hogy oda tegyük a gyógyító Isten elé, és oda hívjuk be a, a szent lelket, ahol. Szóval ez a Mélységek evangelizációja című könyv, amit Kármely kiadó adta ki a nővéreknek a kiadója. Mélységek evangelizáció pakot egy, 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 egy algériai ügyvédnő írta egyébként. Hihetetlen jó megmutatja, hogy mi a szerepe a pszichológiának, és mi a szerepe az imának az ember gyógyulásában. És nyilván csak az Isten tud igazán gyógyítani, mert amit tönkrement és elromlott, meg azt még egyszer nem tudja az ember ö, jóvá varázsolni. De hogy meg tudja mutatni az értelmét a sebeknek. Hogyan válik az ember sebzet gyógyítóvá, pont a sebei által, ö, hogyha a sebzet Jézushoz kapcsolódik, és, és, de ez azért sokszor segítség kell abban, hogy a sebeket ne akadálynak lássa az valaki, hanem hanem lehetőségnek abban, hogy kinyílok a, a repedések, amin keresztül látszik a, a világosság, az Isten világossága. Szóval ezekben sokszor szükséges a segítség. Akár a szakmai segítség. Olyan szép, hogy a, a Jakab levélben ezt itt direkt írtam magamnak, hogy hogy ez a hogy ezek a sebek, ezek sokszor ilyen kísértésekbe jönnek ki, nem? Tehát, hogy, hogy ezek az én sebeim, és akkor valahol ezek az én kísértéseim is, és hogy ahogy mondott, hogy, így, hogy mindig örömnek tartsátok testvéreim, ha különféle kísértésbe estek. Hiszen tudjátok, hogy a hitetek megpróbálása álhatatosságot szerez. Az álhatatosság pedig tökéletességre viszi a tetteket, hogy minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és hibátlanok legyetek hát hogy, hogy hogy, van ez, hogy ez a, ezek a, kört, a kísértéseinket, amik a, ezeket hogy tudjuk így kezelni, meg így felfogni, és, és a, így egymás előtt hordozni. Igen, hogy ne eltávolítsanak az Istentől, hanem közelebb vigyenek hozzá. Nekem, vagy, igen. igen. hogy mit hazudunk ezzel, hogy ez a kísértésed, akkor, akkor ez a te identitásod, vagy te ez a vagy. Te, ez, ez a te... A kísértés olyan helyzet, ahol, ahol nehéz megmaradni uh -huh. az Isten mellett. És egy ilyen kicsit ilyen meredekebb ösvény, vagy nehéz terep. Uh, ahhoz, hogyha tényleg úgy akar, harmóniában akarok maradni Jézussal, vagy Isten. Én volt egyszer egy fiatalok a fölmentünk, még Kárpátalján szolgáltam, fölmentünk egy hegy tetejére, és akkor ott fiatalok mondták, hogy na itt menj, másszunk le itt egy ilyen meredek sziklás ösvényen, és akkor mondtam, itt lemászni? De igen, itt egy ösvény, stb. stb. Na mondom, nézzük meg, és akkor láttam, hogy tényleg le lehet ott mászni, és akkor nézem csak, hogy hát így egymás mellé szépen rendeződnek, és a, a párok, és a fiú segíti le a lányt, a a, a, lányok, a meredek ösvényen, és akkor meg, hát te pap, hát ezek azért akartak itt lemenni, mert tóig leérünk a mi hát a kapcsolódás, a bizalmi kapcsolódás, hogy erősödik. És aztán később ezen gondolkoztam, hogy az Isten ezért engedi meg, hogy sziklás terepre érjünk, mert, mert kapcsolódni akar, azt akarja, hogy bizalommal ráhagyatkozzunk, és ne a saját íkunkra. És hogy, 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 ezekben a tapasztalatokban, pont a nehéz szerepen tudunk egy arról tapasztalatot szerezni, hogy milyen az igazán ráhagyatkozni, számítani az Istenre. És hogy, hogy, ebben a, így lehet a kapcsolatban növekedni. Tehát a kísértés, ugye, pejrázbasz görögül, a mi atyánknak a szava, Peirazmos, az a nagyon erős kísértés, az a nagyon durva dolog, és, és azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésből. Nem azt kell megváltoztatni a szövegben, hogy ne vigy, mert az mi ejszenen kász, az máshogy nem lehet fordítani. De hogy, de hogy, ö, ne vigy minket a, 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 túlságosan nagy ö, megpróbáltatásba. Az, hogy az Isten megpróbáltatást enged meg, az természetes, mert abban tudunk kapcsolódni, növekedni. Ö, azt kérjük, hogy ne próbálj meg minket olyan nagyon, hogy a gonosz fölborítson minket. Szabadíts meg ettől a nyavajástól, aki, aki, aki el akar távolítani tőled. De hogy, de hogy maga a, 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 a kísértés, vagy megpróbáltatás, vagy kihívás, abban, ha én tényleg Jézussal járok, akkor, akkor el tud mélyülni a kapcsolat vele. Ahogy a nemesödőnél mondtam, hogy észrevette, hogy a legnagyobb kegyelmeket az ilyen kihívásokba kapta. Szóval ez, ez, így, vagy a placidatja, ugye, aki, 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 úgy ment már a gulágra, hogy, 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 tudta, hogy ott fog találkozni az élő Istennel, és ott van az ő helye. És szóval ezek a dolgok, én a saját életemben nagyon megtapasztaltam. Kárpátalján életemben annyit nem szenvedtem. Mint ott. De életem annyi örömben nem volt része, mint ott. Mert hogy, hogy ezekben a nagy kihívásokban az ember, ha talpon marad, akkor csak úgy marad talpon, hogy kapcsolódik Jézushoz. És hogy az nagyon nagy ajándék. Mária Rádió igazgatója lettem, neki igazgatója, elvállaltam pedig, hát ja rádiócsenő hallgattam előtte korábban, de mondták, hogy nem baj, hanem csak figyeljek a tartalomra, hogy, hogy, tényleg katolikus legyen, és aztán egy évig csináltam a szervező ilyen igazgatót. Egyetlen kérdése a Olaszországból jövő nagy főnöknek az volt, hogy volt-e az életemben olyan, amikor mindenki csúszott a lábam alól, és csak az Isten maradt. És hogy meg tudtam benne kapaszkodni. Akkor meséltem a csapi árvizet. Ahol uh, még a, a 98-as nagyárvízben uh, tényleg úgy volt, hogy elsöpör minket az ár, és akkor, akkor így nagyon tényleg csak az Isten maradt. És akkor megtapasztaltam ezt, hogy mi az egzisztenciálisan kapcsolódni a teremtőhöz. Uh, és közben járni az emberekért meg. És akkor mondtam, hogy van ilyen tapasztalatom, és erre azt mondta, hogy jó, akkor alkalmas vagy a feladatra, és visszament Olaszországba. És én még csak néztem és gondolkoztam anyon, hogy miért ezt kérdeztem, miért ez volt az egyetlen érdemi kérdése. És manapság kezdem érteni. Van-e arról tapasztalatunk, hogy Isten teremti az életünket? Hogy mi valójában tényleg teremtmények vagyunk, és hogy, hogy a benne tudjuk megtalálni a biztonságunkat, a boldogságunkat, a békénket. Szóval ezért engedi meg a kísértést, ezért engedi meg a kihívást, hogy, hogy belé megkapaszkodjunk, és tudjon minket megtartani. És ebben tudjunk az egységben, szeretet egységben növekedni. Pont ez, a, ez az, ami a leg, legnagyobb félrevezetés szerintem a mai világban, hogy, hogy ezt, hogy azt mondja, hogy, legyetek, hogy, a kísértésben legyetek álhatatosak, hogy aztán a tetteitek azok, azok, olyanok legyenek. És hogy amikor már külön választjuk ezt, és azt mondjuk, hogyha ha neked van egy kísértésed, és azt követi egy tett, akkor arról te már nem tehetsz. Tehát, hogy hol van ez a közbenső pont, ez az álhatatosság, ez az engedelmesség, ez az alázat. Tehát, hogy nem, nem ezt hiányzik, nem ezt veszítjük el? Hogy, és ezért van az, hogy, hogy, hogy ti ítélkeztek a másoknak a tettein, vagy, és akkor azzal a másikat ítéled el. Tehát, hogy, hogy ezt nagyon összekeverjük. Hogy hogy tudjuk ezt a... Igen, szóval az nagyon fontos, hogy ugye, amit Szent Ágostan mond, hogy inimikus rei amicus personi, hogy a dolognak ellensége vagyok az embernek barátja. Hogy a Mary Healy mondta, az amerikai teológusnak, akit itt volt a konferencián, a eukarisztikus kongresszuson, hogy, hogy, Isten mindenkit szeret, de nem minden döntésünket szereti. Tehát, hogy, hogy, hogy azt, azt, látni, hogy, hogy, hogy van objektív erkölcsi rend, és van jó és van rossz, és hogy ez nem szubjektív, tehát hogy ö, a lelkiismeretünk jelzi ezt, és hogy, hogy a, az, hogy a jót tegyük, az néha nagyon komoly kihívás, és és a kísértés pont ettől akar eltávolítani. De hogy itten vesszük-e azt a lapot, hogy Isten kinézi belőlem, hogy tudok hozzá kapcsolódni, és vele együtt megtenni a jót, és hogy, hogy nem föladni azt, és ha elbukom, meg rosszat csinálom mégis, vagy akkor, akkor nem ekeseredni, hanem, hanem tudni azt, hogy Isten nem azért szeret, mert jókat teszek. Nem azért szeret, mert jó vagy, jó életstílusban élek, vagy, hanem azért engem szeret, és, 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 azt akarja, hogy én boldog legyek, és tudja azt, hogy azáltal leszek boldog, hogy, hogy az életem legjavát élem, és a jót teszem, és nem a rossz. Tehát Péter, de hogyha mondjuk van egy kísértésem, egy folyamatos, állandó, visszatérő, és az egész életem tulajdonképpen arról szól, hogy ezen a kísértés ellen küzdök, és ez lehet szexuális természetű, vagy akármilyen, az nem elpocsékolása. Tehát, hogy arról szól, hogy én ezen ellen küzdök. Uh -huh. Érted? Tehát ez nem egy csomó energiának, meg nem tudom minek a. Szóval, hogyan lehet, lehet ezt az Istenhez közelebb vívő? Az a kérdés, hogy mi tesz igazán boldoggá? Tehát, hogyha ha, ha, hiszünk abban, hogy tényleg azt tesz boldoggá, hogyha harmóniában vagyok az engem szerető Istennel, és hogy, hogy a lelkiismeretem nyugodt és tiszta, és, és, hogy akkor, akkor érdemes ezért megküzdeni. És nem akkor leszek boldog, hogyha ha az ösztöneimnek, meg a kísérteseimnek, meg a, 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 külső elvárásoknak engedek. Szóval ez egy nagyon, szóval a nyolc boldogság az egy nagyon erős felkiáltó jel a nekünk keresztények számára, hogy ugye Máté 5. fejezet elején, hogy, hogy valóban úgy tudunk boldoggá lenni, vagy áldottá az eredeti fordítás, hogy áldottá lenni az Isten áldását kapni, és úgy boldoggá lenni, hogyha, hogyha ha, ha vele és tőle kapjuk meg azt a, És ez lehet, hogy küszködésen keresztül megy. De, de mert, hogy egy belső... Ez nem úgy van, ez lehet, hogy akkor ilyen rosszul konceptualizálom, de hogy, hogy mintha ez úgy történne, hogyha az ember valami ellen nagyon-nagyon küzd, akkor az kerül az életének a középpontjába, és akkor majdnem politikolt az elbukást Tehát valahogy ezt át kell adni az Istennek, hogyan adom át az Istennek ezt a ez dolgot, hogy, hogy ő segítsen, érted? Tehát pontosan ezért, tehát lehet megint módszer gondolkodom, és nincs módszer rá, de hogy valahogy ezt átadni az Istennek, hogy uram, látod, hogy én nem tudok megküzdeni ezzel a dologgal, segíts nekem, vagy hogyan, ez hogyan? Igen, igen, igen. Tehát az is biztos, hogy, hogy, hogy ne, ne a küzdködésünk legyen az életünk középpontjában. Igen, ez igen, nagyon igen, fontos. Igen. Meg ne egy adott terület, stb., hanem, hanem hanem valóban Isten legyen az életünk középpontjában. Ez a nagy kihívás, hogy... Ugye, amit Babics mondta, hogy csak én tudok versemnek hőse lenni, elsős, utolsó, mindenik dalomban, a mindenséget vágytam versbeszedni, és tovább magamnál nem jutottam. Tehát, hogy ki a középpontja az életemnek? Én, az ego, vagy Isten? Vagy pedig valami bárvány. Tehát, hogy ez nagyon izgalmas, mert hogyha Isten a középpontja az életemnek, aki szeret engem, aki, én viszonozni akarom a szeretetét, és erről szól a történet, akkor ö, tényleg tudok úgy boldog lenni, hogyha közben ne, komoly nehézségem megyek keresztül. És, és nyilván nem a küzdés az élet célja. Az <laughs> élet célja a küzdés, maga mondja a költő, de, de ne, nem a küzdés maga, hanem az élet célja az a, a, a minket szerető és átölelő Isten. És, és hogy nem tudom, ez a keresztény alaptapasztalat, hogy Jézus, a boldogságunk, a vele való kapcsolódásunk, és hogy hogy ez ha néha nehéz, néha könnyű, ö, de hogy, ö, és a szexuális terület nyilván nagyon sebzett, mert ö, mert így a szexuális forradalom óta gyakorlatilag így, így megtörött valami a társadalom gerince megtörött. Tehát ugye Anvinnek a kutatásai, hogy néhány generáció alatt ö, ugye beszélbe kerül a társadalom léte, hogyha meg törnek általános szinten, társadalmi szinten a szexualitás törvényei. És a mai generáció már harmadik, vagy nem tudom, generáció, generáció nem szexuális forduló után, és én. hogy, hogy nagyon sebzett a, 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 társadalom ilyen tekintetben. De hogy azt is tudjuk, hogyha valaki egyszerűen csak sodródik ezeken a, ezeken a hullámokon, az nem sok boldogságot okoz. Belemegy a személytelen szexbe, a pornóba, vagy, paráznaságba, ahol, ahol, nem talál aztán igazi intimitást, mert, mert nincs elköteleződés, nincs önmagam igazi ajándékozása, végleges odaadottság. És, és amire pedig a szexualitás való lenne, azt, azt, azt nem éli, mert az, annak a célja az ez a bizonyos intimitás és szeretett kommunikáció, és nem a gyönyör. Amikor a szexualitás célja a gyönyör, akkor az egy elillanó történet, és, és nagyon gyorsan ö, hát csapdába kerül az ember, vagy függőségbe. Tehát, hogy érdemes küzdeni, a szeretetért érdemes megküzdeni. De hogyan nyertek elfogadottságot külön, különböző bűnök a társadalmi szinten? Vagy hm? hogy az, hogy, hogy mire megyük ki, tehát, hogy ez a kísértés, ez lehet bármi, tehát, hogy ez, ez, lehet, ez lehet, lehet akár az, hogy, hogy hogy mindig arról beszélünk, hogy na hát a hogy a az a, a legnagyobb probléma, de az, hogy, hogy én nekem állandóan pletykálkodnom kell, vagy nekem állandóan panaszkodnom kell, vagy, vagy én állandóan de türelmetlen vagyok, és vagy kapzsi vagyok. Tehát, hogy ezeket ezeket mind ugyanott említi a, a korintusi levélben is, hogy, uh -huh. hogy sem, sem kaps. tehát, hogy, hogy ez, a, ez egy a sok közül, tehát, hogy... Hogy, és hogy, hogy miért emeljük ki ennyire. Tehát, hogy, hogy az, hogy, ez a, hogy most ez a szellemi harcnak az a, az a üzenete sok felől, hogy a, a, sátán utolsó nagy támadás az a családot ö, fogja érni, hogy emiatt kerül ennyire fókuszba, és emiatt van ennyire hangsúly azon, Szerintem, hogy a szexuális bűn bűnök. Nem annyira, Szerintem azért, mert ez, ez löki be a sárba a fiatalság nagy részét. Tehát ezen csúszik el. Tehát picit ez olyan, mint az internetes dolog, hogy miért kell annyit beszélni a, a, arról, hogy a gyereknek elkorcsosul az agya, hogyha 12 éves koráig internetet nézeket folyton. Hát azért, mert a gyerekek x százalékának tényleg elkorcsosul. És itt egy óriási probléma van. Mert a szexualitás nem helyén kezelésével óriási problémák vannak. Míg a pletykálkodás is baj, de, de azzal nem keletkezik akkora kár mint azzal, hogy valaki pornófüggő lesz, vagy izé, vagy, vagy, mit tudom én, paráználkodik fiatal korában, és akkor, akkor, utána már csak ennek a folytatásában éli az életét. Vagy. Szóval én azt hiszem, hogy azért, mert objektíve problémát okoz. Tehát gyóntatásban azzal szoktuk foglalkozni sokszor, hogy, hogy arra irányítjuk rá a figyelmet, ami, ami a, igazán veszélyes az életében. Ha valaki hoz egy pár dolgot, akkor megnézem, én azt szoktam nézni, hogy mi az, ami őt, öt fogja állítani. És akkor azzal foglalkozni. És szerintem ez érdemes a szexualitás témájával foglalkozni, mert ez állítja a fejétetére sok embert. Szóval ez olyan dolog, hogy nézheted -e, a kocsin a, a tükröt, meg mit tudom én, a fedőt, vagy tetejét, meg az alját, meg nem tudom micsodát, de ha a mit tudom, a gumit nem nézed, akkor nagy baj van, mert, mert abból lesz a, a, a baleset, hogyha ha a, a gumi ki van vékonyodva, és a többi általában. És ezért a gumikat szoktunk megnézni, meg az olajat. De miért azt a kettőt? Hát azért, mert abból szokott lenni a probléma. Megnézhetnénk a hatyákat és a futóművet is, de hát nem abból szokott lenni a baj. Na mindegy, szóval, hogy én azt hiszem, hogy itt van a kutya eltemetve, hogy, hogy azzal foglalkozunk, ami, ami életveszélyes. És ilyen a pillanatban ez az életveszélyes? Hát témet, többek mérődé. között, azért van igen. más életveszélyes nyilván, dolog is, nyilván, de, nyilván. de ami úgy általánosan amortizálja a fiatalokat. Meg ami, ami a közédelem szerint ártatlan dolog. Ami hát mi, pornó, vagy mit tudom én, hogy az, akit szeretek, azzal a szex. Ez engem meg magától értetődő. Szóval magától értetődő életveszélyek, azzal kell foglalkozni. És ez eléggé bevette magát ma az em a gondolkodásunkba, a társadalomba, tehát azt simán katolikus családoknál, és simán Igen. E Igen. áldásokat adják a szülők arra, hogy Igen. a fiatal 18-19 éves legények lányok együtt Igen. aludjanak. És még a homoszexualitás még az a, az a gát, amivel kicsit fölébredt, hogy ja, ezt azért már nem. De mondta, ezt azért már nem, de és az meg normális, hogy hogy baráználkodik a barátnőjével, és mit tudom én, Hát az persze végső soron, hát férfi. De igen, hát igen. Ez a magyarázat. De, hát, ez a, magyarázat, a magyarázat, De hát, de hát de és onnantól kezdve, hogy te, te leokézod a paráznaságot, onnantól kezdve, hogy magyarázod meg, hogy homoszexualitás, ha gyönyör a cél, és nem az élete szóló közösség, hanem a gyermek, hanem a család, hanem a intimitás igazi hosszú távú, akkor nem tudod megmagyarázni, hogy miért rossz a homoszexualitás. Nem, tudod nem. Igen. nem mert a szexben nincs benne a, a utódnemzés, ha nincs benne a életre szóló elköteleződés, akkor, akkor, akkor miért ne, lehetne bármi szabad. Éljek ki olyan formában, hogy neki tetszik. Így van. Hiszen és egy gyönyör, megvan. Így van, és hogy ami a másik beleegyezik, akkor az semmi Igen. Van nincs. És ugye ez lett a norma. Igen. Tehát az a beleegyezésen alapul, akkor viszont mind, és mindent lehet. Igen és nem vagyunk messze és attól, hogy nem a értik, gyerek ezért... a gyerek beleegyezik a pedofiliámba. És, és ez, ez, a tragédia a dolognak, hogy és ezért nem ért egy csomó ember, hogy miért baj, hogyha ha, 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 ha úgy kezdjük el, és így a maga, hogy a különbségtétel, hogy van, nevezünk valamit egészséges szexuálitásnak, vagy beteges szexuálitásnak, de hát így van, ez megoszta az emberek fejében. Uh -huh. Na, de hát az, ami a házasságunk kívül van, uh -huh. az hiába egészséges, vagy beteges, az, a, az, az kárt fog kárt, tenni. Kár, kár, és kár, és kár ami a házasságon tenni. belül van, Jó, igen, igen, is. Is egészség, rá, és, 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 és ez ami is a házasságon van. belül van, és kizárja a gyermekváltást. Hát, az is problémás. És ami nem szeretetből indult, ponti szoktátok mondani, hogy... Hogy, hogy, unlearning azt a fajta szexuális viselkedést, amely nem szeretetből indítja a gesztust. Hanem a gyönyörből, pontosan, korábban beszéltünk. Igen, és, és, ez, az a... simán ott van a van, És is. az, amikor én elvegyem. egy a... lesz az egészből. Ja, nem? Hát ez, ez, egy, ez, ez, számunkra egy olyan visszatérő tapasztalat. Itt rengeteg beszéltünk beszélgetünk arról, hogy, hogy egyszerűen a, 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 a férj, a férfi általában ő elvenni akar, tehát hogy ő a gyönyörért közelik a feleségéhez, és a feleség érzi, 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 hogy az ő testét használják. És egy idő után nem fog, nem is biztos, hogy ki tudja ezt mondani, vagy meg tudja fogalmazni. De a végén az lesz, hogy elege lesz ebből, és azt mondja, hogy nekünk ez nem kell. Praktis. És valami más, lehet, hogy a fejszem másnak fog ezt tűnni, Igen. de ez van a mélyébe, hogy Igen. ő ebből nem kér. Igen. Igen. És fordítva is, amikor a férfi azt érzi, hogy ő a nő érzelmeinek a, a, mit tudom én, a kiszolgálója. Tehát, hogy, hogy ugye hogy egy porno, romantikus sorozat igen, szereplő. Igen. És akkor, akkor semmi más, mint a, mit tudom én, a, a hívják ezt a koreai sorozatnak a főszereplője, és akkor, akkor na. És ugye a, a, feleség pedig, pedig, hát na, ő mindig érzelmileg föltőtökezni vágy, vágyik általa. De ez is kevés. Ez nem, nem, nem erre való házasság. Azt szóltam, segíteni egymás, igazán boldognak lenni. Istenhez közeledni, életszentségre jutni, stb. Tehát ez igen. Tehát hogy a szexualitás bármilyen szinten is, szét van darabolva, és ezek a darabok külön vannak választva, és külön próbáljuk meg, tudom, megélni őket, akkor az biztos, hogy, hogy a katasztrófa az fog vezetni. Tehát ez a háromlábú szék a hasonlat, hogyha bármelyik lábát kiemeled az egészbe, akkor lehet, hogy abban a pillanatban, miért kihúztad, még úgy tűnik, mintha állna, de Igen. utána fel fog dőlni, és az összes többi is. Tehát, hogyha valaki csak a gyönyörszerzés, a gyönyörűségre koncentrál, akkor egy idő után be fog tehenni vele, vagy, 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 vagy egyre magasabbra kell emelni a, ugye a rászokás, a, a, a függőség, függővé válás. Tehát az össze, a az összes többi, hogy mondjam, Isten által adott ajándéket, tehát nem, az em, nem, a teljes ségében e, kezeljük a szexualitást, tehát, hogy a Jóisten azt odajándékozta az embernek, akkor egy idő után problémává fog válni, és nem e, öröm és betérsülés forrásává, problém, hanem problémává. És ez kikerülhetetlen, tehát olyan nincs, hogy ne azzá váljon. Ez a döbbenet, és ezt, 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 azért érdemes elmondani. Szóval, hogy a radikalitás, hogy nevezzük így, az életmentő. Tehát, hogy, hogy a valódi Jézusi tanítványság az életmentő. Hát ezt manapság vak is látja, aki tényleg látja a helyzetet. És nekem annyira erős tapasztalt ez a missziós iskolában, hogy a legerősebb tapasztalat, hogy ezek az fiatok mennyire boldogok. Ez a legerősebb tapasztalat. És hogy attól, hogy törekszik mindenki az evangéliumra, és, és úgy élni, és úgy, úgy kapcsolódni, úgy közösséget élni, egyénileg kapcsolódni Istenhez, emberhez, és ez nagyon-nagyon mély boldogságot ad. És egy olyan tapasztalatot, hogy én így akarom az egész életemet élni. De kicsit ez, ez, a, ez, az érzésem, hogy ez, ők egy kicsit ott élnek a táborhegyen. Tehát jó, nem a táborhegyen, nem a testvérhegyen. És hogy, hogyha kimennek majd az életbe, hogy ott, ott ezeket megérni. Hát ezeket már kijöttek az életbe, mert a csapatnak a két már kétharmada már kim van az életben. És ugyanezt tapasztaljuk. Tehát, hogy éppen most volt egy ilyen záró, évzáró beszélgetésünk a testvérekkel, és hogy hogy ö, nyilván másképp lehet megélni a kint a, a világban, ö, meg nyilván azoknak könnyebb, akik úgy ott is közösségbe maradnak, tehát a lakó közösségből, stb. De hogy, ö, de hogy ugyanúgy érvényes. És aztán most jön a következő kísérlet, hárman meg házas, vagy három házas párunk lesz, hogy, hogy a házasságban hogyan ö, élik ezt, vagy a, igen, a, a munkában már látszik, mert egyik így dolgozik, a másik ott tanul, a harmadik. Most nem akarom ezt így abszolutizálni, mert ez csak egy, egy dolog, amire én most rálátok. De hogy, de hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy pont az ment meg minket az amortizációtól, attól, hogy, hogy elhasználódjunk a, a, mindennapokban, hogy, hogy ezt a fajta Jézusi boldogságokat éljük a kapcsolódás boldogságát, a, a minden helyzetben odafigyelni, hogy hogy mozdulok együtt az Istennel, hogy hogy a lényeges az, amit tényleg Jézus lényegesnek állít, és nem az, amit a világ sugal. Hogy ezekben nagyon nagy kincsek vannak. És hogy megőrzik a lelket, megőrzik az embert. Ez jó hírek, hogy az evangélium élet modern világ, modern körülmények között sem lehetetlen. Péter, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Nyári szünet megy a Lélekszava podcast, de a kedves nézők nem maradnak epizódok nélkül, ugyanis korábbi adásainkat fogjuk megismételni az elkövetkezendő négy hétben. Új adással augusztus 31-én fogunk jelentkezni. Mindenkinek szép nyarat kívánok!